Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Emlékeznek rá, múlt héten beszámoltunk arról, hogy a belügyminisztérium évértékelőjén Orbán Viktor miniszterelnök megígérte az állomány előtt, hogy 10.000 forint plusz juttatást kapnak januártól visszamenőlegesen a tiszthelyettesek és a zászlósok, hogyha jól emlékszünk, illetve jól idézik a Orbán Viktor szavait a mai lapok, mert hogy ma már ezzel a hírrel kapcsolatban az lett az érdekes, hogy ennek a törvényjavaslata már előkerült, megíródott, és ebben az szerepel, hogy az eddig is folyósított 14.000 forintos juttatással összevont 10.000 forintos pótlék, ez ugye összesen 24.000 forint, bérpótlék 20%-a az érintettek teljesítmény értékelésére figyelemmel adható. Bárdos Judit a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát ez nekem úgy tűnik, ez a érintettek teljesítmény értékelésére figyelemmel adható, hogy akkor ez egy nem alanyi jogon jár mindenkinek a plusz 10.000, illetve annak a körnek, akit meghatároztak, hanem ilyen jutalom, attól függ, hogy ki hogyan dolgozik. Hát egy picit vissza kell menni az időbe, október környékére, amikor készült a Magyarországnak a költségvetése. A költségvetési terv egy külön soron tartalmazta ezt az összeget, a belügyminisztérium költségvetéséről beszélek természetesen. A plusz 10.000-re? A plusz 10.000-et, igen. Amely, amikor elfogadta a parlament a költségvetést, akkor külön soron eltűnt, és beépítésre került a belügyminisztérium költségvetésébe, tehát eltűnt. Maga az érdekegyeztető tanácson a kormányzati oldal mondta el, hogy fogjuk kapni ezt a pénzt. Akkor nem volt róla semmi sokáig, majd Orbán Viktor az elmúlt héten bejelentette, hogy a tiszthelyettesek, mintegy 29.000 ember, kapni fogja ezt a 10.000 forintot januárra visszamenőleg. Na de hát várjon egy kicsit, akkor erre az októberi történetre már nagyon kevesen emlékszünk. Hát, tehát a múlt héten ez abszolút újdonságként szerepelt minden híradásban, hogy Orbán Viktor egyszer csak elmegy a belügyminiszterrel együtt évet értékelni, és ott akkor újdonságként bejelent egy plusz 10.000 forintot. Holott ez már akkor a költségvetés tervezetében is szerepelt? Igen, tehát mi kollégák vártuk már, hogy mikor kerül erre a tárgyalásra sor, az érdekképviseletek és a miniszter között, hogy a tárgyalásra nem került sor, hanem múlt hét pénteken szakértői tárgyalásra hívták az érdekképviseleteket, ahol egy jogszabálytervezet került a kezünkbe, amely szerint a valamilyen pénzügyi tárgyú törvénnyel bekívánják vinni a szolgálati törvény módosítását. Ebbe volt ez a passzus, amiről ön is beszélt. Ez olyan szép, várjon egy kicsit. A kollektív befektetési Igen. formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Igen, ez benne is van egyébként. Most mi ez a kollektív befektetési forma? Hát nagyon őszinte vagyok, én nem igazából vettem a fáradtságot ezt a jogszabályt átolvasni, mert közel 300 passzusa van, tehát szakasza, ez megterhelő volt a részemre jelen pillanatban. De pénteken vitatkoztunk a belügyminisztérium képviselőjével, mert szó sem volt Orbán Viktor ígéretébe a teljesítményértékelésről. Azt tudni kell, ott be is jelentették, hogy a rendvédelmi területen az összes kollégát már teljesítményértékelését már minősítették, sőt 2014-ben évente kétszer fogják, fél évente és év végén. És ez egy teljesen normális állapot, hiszen a szolgálati törvény megengedi teljesítményértékelés alapján az illetmény alapnak plusz vagy mínusz irányba való eltérítését. Tehát ez nem egy rendkívüli eset. De ez most nem illetmény alap, ez most egy pótlék. Így van, ez egy illetmény pótlék, amelyet két éve kapnak a tiszthelyettesek és a zászlósok, mintegy 35.000, nem 29.000, és erre kapnak most 10.000 forintot. Ez volt pénteken. Mi kértük a minisztérium képviselőjét, hogy ne terjesszék be így a parlament elé, ne lehessen kötni teljesítményértékeléshez. Tegnap a gazdasági bizottság tárgyalta azt a módosító javaslatot, amelyet ott a bizottság előtt adtak be és terjesztettek be. Abban benne, a szövegben már nincsen benne, csak azt, hogy a miniszter dönthet ennek a mértékéről, de az indoklásban benne hagyták véletlenül, hogy teljesítményértékelés. Ugyan az indoklás nem kötelező. Tehát az nem egy jogérvényes dolog, csak azt megindokolja, hogy miért döntöttek így, de hát azért mégis erről szólt az egész történet. Sőt, a mai napon Konrád Károly politikai államtitkár bejelentette az ORFK-n volt 2013-as évértékelés, hogy visszamenlegesen megkapják a kollégák. Ott hallottam viszont egy érdekes dolgot. A Magyar Rendvédelmi Kar is minősítette, véleményezte ezt a jogszabálytervezetet, és ott bizony, talán nem ellenőrzött információim ez, hogy ők azt javasolták, hogy július 1-től legyen ez a teljesítményértékelés erre a pótlékra bevezető.
most akkor mi van? Először most nem fogjuk kapni. 10.000 forintot beígér a miniszterelnök. Igen. Amiről kiderül, hogy nem is egy friss ígéret, hanem ezt már járna, hiszen már tavaly ősszel megígérték, és akkor még benne is volt egy sorban a költségvetés tervezetében. Aztán egyszer csak kiderül pénteken, hogy na de hát ez teljesített, tehát olyan jutalom, amiről a főnök dönthet, hogy adom vagy nem adom, legalábbis 80%-át adom, de 20%-ot visszatarthatok. Erre azt mondták, hogy jó, oké, ezt kivesszük, elkészül a törvénytervezet, nincs benne ez a passzus, hogy 20%-át vissza lehet tartani, de az indoklásban meg mégiscsak benne van. És most megkiderül, hogy a Magyar Rendvédelmi Kar azt mondja, hogy júniustól ez mindenképpen egy valamiféle minősítésnek az eszköze legyen, ez a 10 ezer? Hát felmerült bennük, igen, ez a kérdés. Ez a felmerült? Én nem tudom igazolni, jelen pillanatban a szakszeretek csak képviselőik tagjai a rendvédelmi karnak, és nem vagyok benne biztos, hogy az összes rendvédelmi karba delegált kolléga látta ezt a választ, amit a minisztériumnak meg kellett adnia 2-3 napon belül. Most megkapják a pénzt, meg fogják kapni januárra visszamenőleg a pénzt, ez bruttó 10.000 forint hozzáteszem, tehát vihar egy pohár vízben, ez kb. 6.000 forint nettót jelent, igen. Én gondolom, hogy egészen fél évig biztos, hogy kapni fogják, hogy utána mi történik, hát ez majd eldönti április 6-a, hogy mi történik utána, hiszen nem tudni, hogy ki lesz a gazda legközelebb. Egy biztos, hogy ha minden igaz, 14-én a belügyi érdekegyeztető tanácsot összehívta a belügyminiszter, hogy ő jön el, vagy más jön el, azt én nem tudom önnek megmondani. Ezt a kérdést azért ott fel fogjuk vetni, hogy hogyan tovább. Mire ez a kapkodás, hogyha pénteken, nem volt az olyan rég, pénteken egyeztettek, elmondták az aggályaikat. Úgy tűnt, hogy ez meghallgatásra is talált, igen, ez az aggály. Akkor a törvénytervezetben valaki véletlenül benne hagyta az indoklást, de kivette az alapszövegből, tehát mintha ez alapján arra gyanúkodhatnánk, hogy ez tényleg egyszer csak a miniszterelnök azt mondta, hogy adok 10.000 forintot, és akkor gyorsan-gyorsan valaki elkezdte írni, egy kicsit rosszul írta, aztán egy kicsit bennehagyta az indoklásba, de hogyha ez már október óta elő kellett volna készíteni, hogy ennek hogy lesz, mi lesz, hát akkor hogy most kapkod mindenki? Hát ezt talán meg kéne a belügyminiszterem illetékesétől kérdezni. Tudnék, nincs kifizetési jogalapja, ha a HST nem tartalmazza ezt a plusz 10.000 forintot. Tehát ezt mindenképpen meg kellett alkotni. A furi az az egészben, hogy miért a parlament utolsó 3 napján történik ennek a megalkotása. Önnek teljesen igaza van. Ezt meg lehetett volna csinálni január hónapban, vagy illetve december hónapban, amikor a parlament bezárt. Hát minden esetre most akkor fél évig talán biztos az a 6.000 forint, de szerintem akkor legyenek biztosak a kollégák benne, hogyha már ott van a zsebükben. Köszönöm szépen, hogy itt volt.